Köszöntöm a VKC televízió nézőit, Önök a Budakalászma hírmagazinunkat látják. Lássuk először témáinkat röviden. Szerb folkocsma a faluházban. Az ifi kézisek kikaptak Halmazújvárosban. Tavaszváron népszokások az aprók táncán. A modern városi élet kis hagyományőrző szigetei a táncházak és a folkkocsmástek, melyek már a Kóskároly Művelődési Ház programjába is helyet kapnak. Legutóbb a szerb táncokkal és szokásokkal ismerkedhettek meg a résztvevők. A folkkocsma hagyományőrzésnek és ennek a folyamatnak egy újabb változata, ahol a régi hagyomány fokozatosan be tud épülni a modern városi kultúrába. Ez a második alkalom. Az első folkkocsmát az előző hónapban szerveztük meg. Egy magyar zenekarral és magyar táncokat lehetett táncolni, mert ez tulajdonképpen a folkkocsma egy mulatság. A következő alkalommal sváb mulatságot tervezünk, rá egy hónapra, akkor pedig görög mulatságot, és aztán ezt így tovább, minden hónapban egy nemzetiségnek a táncait, vagy egy nemzetnek a táncait, zenéit próbáljuk meg idehozni, megidézni, és tulajdonképpen valóban egy mulatságot szervezünk, ezért is nem táncházat írtunk ki, mert a táncház az mindig azt jelenti, hogy ugye főleg tánctanítás van. Erre itt is lesz mód, tehát, de a hangsúly az a mulatságon van. Azért lesz mód a tánctanításra, mert, vagy tánctanulásra azért egy kicsit, mert szeretnénk, hogyha a svábok eljönnének a szerbek mulatságára, a magyarok ugyancsak eljönnének a szerbekére és a svábokére. Tehát, hogy aki eljön az egyikre, mert ő idézi ebbe a házigazda, a saját táncait táncolja, az legközelebb is jöjjön el, próbálja ki a másik nemzetiségnek a táncait is, és azt reméljük, hogy egy ilyen több nemzetiségű településen ez előny, hogyha egymást jobban megismerik a táncosok, jobban megismerik a különböző nemzetiségű emberek, úgyhogy a falubeliek is, meg a külsősök is. Mert azért szeretnénk, hogyha mondjuk például a harmadik kerületből, Szentendréről, akár a Duna túloldaláról is eljönnének. Szeretnénk, hogyha ez egy ilyen jó hangulatú mulatság lenne minden alkalommal, ahol jókat lehet táncolni, enni, inni, beszélgetni, és egy kicsit lehet tanulni másiknak a táncait is. Első alkalommal a magyar népzene és hagyományőrzés kapta a főszerepet, márciusban pedig a Budakalászon élő szerb nemzetiség kultúrkörébe kaphatott bepillantást bárki, aki részt vett a programon. Mindig van az estnek egy házigazdája a mulatságnak. Most a mi tánccsoportunk, itt a Rozmarink tánccsoport az, aki várja a többieket, és ők fogadják. Még a belépő mellé egy kis balkáni falat, egy burek is jár, és tulajdonképpen olyan nagyon nincsen túl szofisztikálva, nagy tematikája nincs. A zenekar játszik, hogyha valakinek kedve van, föláll, táncol, ha nem, akkor leül, beszélget. Szóval egy jó hangulat, ez a legfontosabb, de hogyha van igényre, akkor a rozmaringosok nagyon szívesen tanítanak kólót, vagy valami más körtáncot, hiszen ezek az ő saját táncai. Az első alkalom nagyon jól sikerült, a Lemvirág Tánc Együttes, amelyik szintén itt a Budakalászi Művelődési Házban lel otthonra már több mint 40 éve, az ők nagyon jó hangulatot teremtettek, úgyhogy én azt bízom benne, hogy ez így folytatódik. A zenéről és a jó hangulatról ez alkalommal a Rozmarin Szerb Táncegyüttes és a Rozmarin Folkstars gondoskodott. A Rozmarin Szerb Tánccsoport vagyunk, 2 éve működünk itt Budakalászon, ideig is itt voltunk a környéken, Csobán Károly tettük át ide a székhelyünket. Szerb táncokat táncolunk elsősorban, a hagyományőrzés a fő feladatunk vagy célkitűzésünk. Vannak koreográfiáink, amikkel járjuk a fesztiválokat, és szereplői vagyunk a helyi rendezvényeknek, és természetesen a faluház összes táncos és hagyományőrző jellegű rendezvényen nagyon szívesen részt veszünk. Ilyen rendezvény még nem volt, szoktunk táncházakat tartani, de ez most folkkocsmaként volt apostrofálni, és én abba
gondoltam a különbséget, hogy ez egy kicsit lazább, tehát nem is a táncon van a hangsúly, hanem hogy az emberek találkozzanak, hallgassák a jó zenét, és ha van kedvük, táncolnak, ha nincs kedvük, akkor beszélgetnek és szimplán jól érzik magukat. Úgyhogy itt kellett most a tánctanításba helytállni, de gyakorlatilag sokan felpattantak már az elején. Gyakorlott táncháztartók vagyunk, ezért tudjuk, hogy felmérjük, hogy van-e sok idegen, úgymond, vagy pedig közülünk jönnek, és hogyha van több külsős, vagy úgy hívjuk őket, hogy külsősök, akkor az egyszerűbb tánclépésekkel kezdjük, hogyha gyakorlottabb táncosok vannak, akkor ezt föl lehet mérni hip-hop, és akkor mehetünk a bonyolultabb lépések felé. Most az egyszerűbbekkel kezdtünk. Én csodálkoztam rögtön az elejétől, táncra fogható volt a csapat. Azt gondoltam, hogy először mindenki az iszogatással és a beszélgetéssel kezdi, de sokaknak volt kedve rögtön az elejétől táncolni. Az utóbbi években elkezdett kialakulni egy új igény arra, hogy ne csak nagyobb program keretében, mint például egy táncház lehessen megélni a népzenét, ahol megadott ideje van a táncoktatásnak, gyakorlásnak, hanem kisebb, baráti hangulatú összejöveteleken is, mint például a Faluház új programja. Én a Rozmarin táncsoport tagja vagyok már réges-régen, úgyhogy táncolási lehetőségem nekem bőven van, de nagyon örülök, hogy ilyen szabad táncolási lehetőség is van. Az előző helyünkön is, ahol voltunk, havonta rendeztünk táncházat, nem csak a táncsoport tagjainak, hanem a ismerőseinknek, barátainknak, akik nem járnak rendszeresen próbákra, de azért mégis szeretik a szerb táncokat, és nagyon-nagyon sikeresek voltak, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha nem ez lenne az utolsó. Hogyan érzi, hogy itt a kalászi szerb nemzetiség számára mennyire jó dolog ez, hogy egy ilyenfajta mulatságos hangulatban gyakorolhatják ezt a szerb hagyományt, a táncot? Na most az tény, hogy én már régen nem Kalázon lakom, csak kalázi származású vagyok, de nyilvánvalóan, hogy a helyi szerbeknek is egy kellemes szórakozásra lenne ez, hogy eljönnének. Legközelebb április 28-án folytatódik a Folk Kocsma, akkor a sváb zene és szokások kapják a főszerepet. Ami az NB1-ben játszó felnőtt csapatnak sikerült, az ifjúsági csapatnak sajnos nem, és elszenvedte második vereségét a tavaszi idényben a Balmazújvárosi csapattól. Hajdú Tamás, az ifjúsági csapat vezetője így értékelte a meccset. A mérkőzést nem kezdtük jól, kicsit megilletődötten kézilabdáztunk. Ezzel egy kisebb hátrányt szedtünk össze, időkérés után összeszedtük magunkat, azt játszottuk, amit kellett. A fél idő végére felzárkóztunk, és ismét nyitottá tettük a meccset. A második fél idő végig szoros volt, de fokhíjas csapatunk támadójátéka elfogyott, elfáradtunk, ezzel a végjáték nem sikerült, sajnos kikaptunk. A csapat teljesítményével elégedettek vagyunk, a maximumot kihoztuk a mérkőzésből, nagyot küzdöttünk. Legközelebb hazai pályán játszanak a fiúk, március 25-én Vács csapatát fogadják a budakalászi sportcsarnokban. Február végén a nagybőti időszak beköszöntével már sokan a tavaszt várják. Márciusban az Aprók táncán tavaszváró versikékkel és mondókákkal ismerkedhettek a legkisebbek. A Dunakanyar Népművészeti Egyesület segítségével kézműves foglalkozáson is részt vehettek az apróságok. Az Aprók tánca egyre népszerűbb rendezvény a Faluházban. A programon a legkisebbek megismerkedhetnek az időszak jellemző ünnepkörével és az azt meghatározó népszokásokkal, hagyományokkal. Általában havi rendszerességgel rendezzük meg.
februárban szoktuk elkezdeni az évet, és igyekeztünk most idén minden második péntekre szervezni a programot, csak néhány dolog azért közbeszólt. Legközelebb április 7-én lesz, pénteken. A programot többnyire 1, illetve 6 éveseknek ajánljuk. Így megtanulhatják a néptánc alapjait, és megismerkedhetnek a magyar népzenével, illetve kézműves foglalkozásokkal is. Szerencsére azt mondhatom, hogy Budakalászon az anyukák nagyon aktívak, és nagyon szeretnek ide járni hozzánk, így könnyen el tudjuk őket érni akár interneten, vagy plakátokon, bármilyen hirdetőfelületen. Az aprók tánca az már annyira megszokottá vált a művelődési az életében, hogy minden alkalommal rengetegen vannak. Pont a húsvét előtti hétvégén, vagy pénteken tartjuk, és húsvéti kézműves foglalkozások lesznek, illetve húsvéti szokásokkal fognak megismerkedni a gyerekek. A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban a hold állásának megfelelően tartanak. Tavasszal leginkább a várakozás jellemezte nagyszüleink életét. A hideg telet eltemető, zajos, mulatos farsangi időszak után következik a felkészülés a húsvétra. A mezőgazdasági munkákra, és mindezt mivel lehetett volna legjobban várni, mint egy alapos nagy takarítással. Legyen szó a házról, a földekről, vagy éppen saját testünkről, életünkről. Húshagyó kedden véget ér a farsang, és másnap hamvazó szerdán elkezdődik a húsvéti ünnepkör, és vele együtt a nagy bőjt. Ez nem csak azt jelentette, hogy tartózkodtak a hústól, vagy egyes vidékeken mindenféle állati eredetű ételtől, de azt is, hogy nem tartottak mulatságokat, lakodalmat, kerülték a táncot, a vikasságot. Vagyis az emberek nem csak testben, de lélekben is igyekeztek megtisztulni, mindent megtettek azért, hogy a természettel összhangban ők is megújuljanak. Minden hónapban igyekezünk az adott hónap jeles napjait kiemelni. Ebben a hónapban leginkább tavasz köszöntő, és ilyen kaputartós játékokkal készültünk. Ugye hát azért a magyar néphagyomány szerint, hát keresztény ország vagyunk, és azért a néphagyományunk ezt is követi, és a márciusban inkább az ilyen játékok kerültek előtérbe, hiszen ez azért a böjti időszak egy része. De mivel nemzeti ünnepünk is következik, ezért azért egy kis március 15-i játékot, katonás dolgot is becsempésztünk a mai napban. Kicsik nagyon élvezik, főleg a legkisebbek még követni nem tudják, de nagyon édesen beállnak, és ahogy megszólal a zene, már rázzák a kis feneküket, úgyhogy rendes, tehát látszik rajtuk, hogy ők jól érzik magukat. Nagyobbacskák meg már nagyon igyekeznek, már mindent, és már éheznek a dicséretre, szomjaznak nagyon, és nagyon lelkesek. Ahogy szeptembertől elkezdtük, szépen fokozatosan most már egyre többen vagyunk. Látszik, hogy úgy beindult, és egyre nagyobb érdeklődéssel fogadják a szülők is, és hozzák a gyerekeket. Reméljük a mai nap folyamán is azért sokan leszünk a gyerekekkel, hiszen így lehet jól körjátékozni és táncolni, hogyha sokan vagyunk. Készülődni kezdtek a mezei munkára is, közben folyamatosan figyelték a természetet. Jeleiből igyekeztek kikövetkeztetni, milyen lesz az évi termés, és próbáltak mindent megtenni azért, hogy jó irányba befolyásolják a dolgokat. A tavasz közelettét például úgy igyekeztek siettetni, hogy a fiatalok zöld ágakat vágtak a falun kívül, és énekelve, táncolva behozták a faluba, a házakba. Biztosan mindenkinek ismerős a Búj-búj zöld ág kezdetű dal, amelyet ilyenkor énekeltek. A hímes tojásokra kerülő jelek, szimbólumok egy része pedig eredetileg megvédte a bajtól, a rossztól a fiatalokat. Thank you.
Legközelebb április 7-én lesz aprók tánca a faluházban. Akkor a húsvéti népszokásokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. A Budakalász ma adását lettek. Maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Félidő című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a www.vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat, de követhetnek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!